Szeretett testvéreim, figyeljünk továbbra is az Ézsaiás ígére, a proféciás könyv 58. részéből a 12. verset olvasom. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Vajon hogyan születnek a romok? Hogyan jönnek létre? Hiszen senki sem azért kezd el építeni bármit, templomot, házat, hazát, hogy egyszer rom legyen majd belőle. Akár elfeledett, ami lapul a föld alatt, akár híres turisztikai látványosság, ahová el lehet zarándokolni. Az építő mindig az életnek épít, hogy legyen szent helye, legyen temploma, közösségi épülete, lakóháza, otthona. Ennek ellenére mégis megszületnek, létrejönnek és léteznek a romok. Van, amikor egész egyszerűen az idő hozadéka. Megeszi az idő, ahogy szoktuk mondani, azt, amit az ember alkotott. Változások jönnek, elvándorlás, elnéptelenedés, és ott marad üresen, amit egykor gondos kezek megépítettek. Van, amikor rossz döntést hoz egy közösség, romlásba viszi magát, és ebből fakadóan romlásnak indul körülötte minden. A történelem viharai nagy rom előállítók. Dolgozik pusztít a háborúság, az ellenség. Vár állott, most kőhalom, írja Kölcsey Ferenc a himnuszban, és mi pontosan értjük ezt, mert a magyar történelem bővelkedik romokban. Ilyen volt, ilyen lett, és ez a szomorú verzió, mert várból lesz rom. De tudjuk azt is, hogy a romjaink hozzánk tartoznak. Hozzánk tartoznak, és néha fájnak. Fáj szembesülni velük. Mert talán érezzük, hogy mi is megdolgoztunk ezekért a romokért. Benne vagyunk a történetükben. De azért is, mert szenvedjük a valóságát. És végül érezzük, hogy felelősségünk van, hogy mit kezdünk velük. Mert a romokkal kezdeni kell valamit. Lehet múzeumként tekinteni rá, turisztikai látványosságot kreálni belőle. Ma sokan ide teszik és ide sorolják az egyházat a templomaival együtt. Már csak a múlt érdekessége. Legyen látogatható, legyen nyitva, mi az, hogy vasárnap délelőtt nem lehet bemenni, csak az Isten tiszteletre. Egyébként is ózsdi már az üzenete, megfakult és érdektelen. Lehet belőle emberi vállalkozás, pályázat, rohanás, futás, akarás, mentő, szándék, jó indulat, bár tudjuk, hogy nem azé, aki akarja, is fut. És ebből sokszor fakad az elfáradás, a rommentő akcióba belefárad az ember. És hiszem, hogy lehet úgy is kezdeni valamit a romjainkkal, hogy először Istenre figyelünk. Megtudva akaratát, elfogadva útmutatását, az ő döntését, és komolyan véve azt. És erre két példa is van előttünk. Az első a 16. század Magyarországa, a reformáció évszázada. Igazi rom termelő kora hazánkban. Ez az az évszázad, amikor töröktől rabig át vállainkra vettünk. Volt ekkor megosztottság, szegénység, háborúság, szétszakítottság, szenvedés. Ismerős szavak ezek. És mégis akkor és ott a romok között, annak ellenére valami elkezdett épülni belül a lelkekben. Az ige, a hit, a kegyelem valósága. És ennek az épülésnek szép következménye a mai nap is, hogy itt vagyunk, létezünk, hiszünk az élő Krisztusban. És ezt hadd mondjam el egy picit még egyszer, mosolyogva is és hangosabban is, hogy itt vagyunk, létezünk, hiszünk az élő Krisztusban. A másik példa az Ézsaiás ige nyomán a jeruzsálemi templom romjairól szól.
A történelem viharai különösképpen is szeretnek templomokat pusztítani. Ez történt a jeruzsálemi szent hajlékkal is. De Isten ebbe a történetbe is beleszólt, és szavát komolyan vették. És ahol komolyan veszik Isten szavát és útmutatását, azaz igazodnak is hozzá, és meg is cselekszik azt, ott épülés van, a romok ellenére is. Sőt, fiatalodás és megújulás is. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Nagy titok ez, újulás, építés, és mégis maradni az ősi alapoknál, amelyet tudunk jól, ismerünk, Isten kijelentése, mert megáll az Isten igéje, megáll a kőszikla Krisztus örökké. A nagy kérdés mindig az, hogy mire figyelünk. A romok szomorúságára, a hozzátartozó sebekre, a megfáradásra, vagy azt nézzük, hogy miként lehet építeni, réseket befalazni, romokat lakhatóvá tenni. A himnusz mellett hadd idézzem Kölcseinek egy másik rövid versét, epigrammáját, a Huszt címűt. Talán a fülünkben ott cseng ilyen hexameter formában, bús düledékeiden Husznak romvára megállék. Kölcsei ismerte, és mi is tudjuk az érzést, amikor kísért a múlt nagy erővel, és újra átéljük a régi időknek a fájdalmát, kudarcait, rém alakjai megjelennek. De tudhatjuk azt is, hogy előre kell nézni. És Kölcsei leírja a sokat idézett szavakat, amik szinte rá rezonálnak az ézsaiási igére, amit olyan jól ismerünk kívülről, has, alkos, gyarapíts. Vannak romjaink, vannak romjait, amik fájnak. Mindenkinek van. Egyház, templom, gyülekezet, család, az életed. Tedd mellé a megoldást, amit Isten kínál, hogy vondd be őt, hallgassa szavára, állj oda a résekre, vállald a rád eső részt a munkából, lesz mit falazni, lesz mit építeni. Tedd lakhatóvá az otthonodat, az egyházadat. Egészen röviden ez a reformáció. Így legyen. Ámen.